Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, akkor személyes. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Ez a felvétel március 6-án jelenik meg. Ezen a napon a hold, a védikus asztrológia szerint az Uttara Shada holdházban van. Ennek az a jelentősége, hogy most kapsz egy impulzust, és figyelj oda rá, vedd észre, mit kellene tenni, légy bölcs, mert az, ami most így kihat rád, az megvalósul, de azért légy kicsit türelmes. Ezen a napon, tehát március 6-án a hold egy jó kapcsolatban van Merkur bolygóval, ez lehet egy tárgyalás, egy szerződés, vagy beszélgetések. Mindez jól kihat az érzelmeidre. A hold egy jó kapcsolatban van Vénusz bolygóval, ami jelenti a szerelmi témákat, ez is kihat az érzelmekre, mivel Merkur bolygó szintén hatással van, ez lehet egy jó hír, vagy tudtok érzelmekről beszélni. Merkur bolygó a határon van. Vénusz bolygó szintén a határon van. A hold szintén a határon van. Így van köztük a kapcsolat, mint egy háromszög, de ez egy nagyon szép, nagyon jó kapcsolat. Viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy a bolygók és a hold a határon van. Lehet, hogy itt vannak még akadályok, ezen át kell tenni magunkat, és akkor lesz egy új irány, változások, egy új kezdet. Mivel a kapcsolatok jók, ez sikerülni fog. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata. Itt a koporsó jelentheti azt, hogy ő lezár valamit, és keresi veled a kapcsolatot. A koporsó lehet egy régi téma is, például, hogy valaki visszatér a múltból, és keresi veled a kapcsolatot. A koporsó az lehet egy örökösödési ügy is, itt vannak a szerződések, a kapcsolatok, a tárgyalások, vagy egy dokumentum. És most megnézzük az ő érzelmeit. Ő mozgásba jön, közeledik hozzád. Ez a kép mindent jelenthet, ami mozog, sport, autó, kirándulás, változások. De azt is jelenti, hogy útban van hozzád. Sőt, itt a kereszt jelentheti a hitet, vagy azt, hogy a sors utatok kereszteződni fog, tehát lesz egy találkozás. Akkor is, ha itt volt egy csendes időszak, ő visszatér hozzád. Amit a kereszt még jelent, ezek a döntések. Hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És közeledni fog hozzád. Mit fog tenni? Itt a park jelentheti a nyilvánosságot, hogy találkozni fogtok a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás. Ő látni akar téged, hiszen itt van a nap, megvilágít valamit, vagy valakit, láthatóvá tesz valamit, vagy láthatóvá tesz téged. Tehát ő találkozni akar veled. Mi fűz össze benneteket az
a magyar kártya, ami mutatja, illetve megadja a választ, amit a férjem készített. Itt a B betűről van szó. Most elgondolkozhatsz azon, mit jelent számodra a B betű. Ez lehet valakinek a neve, például Beáta, vagy Béla. Lehet egy város, vagy egy falu is, mint például Budapest. Vagy lehet egy fogalom, most gondolkozom, hogy mi jut eszembe B betűvel, hirtelen a bableves jutott eszembe, lehet, hogy ezt főzzük ma vagy holnap. Mit jelent számodra a B betű? Örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. A régi írásmód, és ez a rovás írás, itt van középen, ennek van egy szimbolikus jelentése. Itt is egy kereszt van. Hasonlóan, mint itt ennél a kártyánál, hogy a sors utatok kereszteződik, lesz egy találkozás. Vagy itt vagytok középen, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba, és akkor itt döntésekről van szó. A német nyelvű területen is vannak betűk, meg ilyen szimbólumok, ezeket rúnának nevezzük, és itt látható egy hasonló szimbólum, ez a rúna, itt, ugyanaz tulajdonképpen, és ez a kártya azt jelenti, hogy ő megajándékoz téged valamivel. Tehát egy ajándék várható. Én itt a kejhet is figyelem, és nekem a táró kártyánál az jut eszembe, hogy az arany kejhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát ő ajándékkal közeledik, de kimutatja az érzelmeit is. És a napi kártyán látható, hogy az ajtód nyitva van. Tehát jöhet tulajdonképpen. De mielőtt megjelenik, azért takaríts ki. Itt nem csak arról van szó, hogy a lakást vagy a házat kellene kitakarítani, hanem az érzelmeket. Mert vannak negatív érzelmek, mint például félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy féltékenység, ezt ki kell söpörni a lelkünkből, mert ez blokkol, és a pozitív érzelmeket kell élni, a hitet, a szeretetet, a szerelmet, a bizalmat, és akkor tiszta a lelkünk, és ez segít. Ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba is. Köszönöm szépen! Vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. Holott a mai napon a Facebook nem működik, tehát nem csak nálam van így, hanem hallottam, hogy másoknál is, hogy nem tudunk belépni a mai napon a Facebookba, de remélem, hogy holnapra már sikerülni fog. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!